Minden előzmény nélkül az arcüregemből lefolyt valami váladék, ami aztán tovább folyt a nyakam felé. Marilyn Scott a férjével Nathan-nel együtt először azt gondolták, hogy egy allergia fejlődött ki. Elkezdtem köhögni, mert olyan érzés volt, mintha egy kis helyen leragadt volna a dolog. Közben arra gondoltam, hogy hát ez meg micsoda. A legtöbb panaszt a nehéz légzés okozta. Az arcüregből jövő válladék nagyon sűrű, és ezért kihat a légzésre is. Nem tudtak rájönni a pontos problémára, aztán egy pár hét után elmentek egy specialistához. De akkor Marilynnél egy másik probléma is jelentkezett. Egyik nap éppen a Bibliáért nyúlt, amikor meghúzta a nyakát. Valószínűleg a testem elindult az egyik irányba, a nyakam pedig a másikba. Egy pattanásszerűséget éreztem, és rögtön szörnyű fájdalom nyilalt a nyakamba. A tekintetéből láttam, hogy valami nincs rendben. A nyakam annyira fájt, hogy nem tudtam úgy mozogni, ahogy normálisan szoktam. Nagyon lassan kellett fordulnom, mert annyira fájdalmas volt. És nem tudtam pontosan, hogy történt-e valami komoly sérülés. Az elkövetkező hetekben Marilynt mind az arcüreg problémái, mind a nyaki fájdalmak ébren tartották éjszakánként. Próbálkoztak melegítő párnával és egyéb megoldásokkal, de semmi nem segített. Azt mondtam, Istenem, nem tudom mi ez, de bármi is, arra kérlek, hogy érints meg, gyógyíts meg, és vedd el a fájdalmat. Két nappal később Marilyn otthon nézte a 700-as klubot. Éppen Terry és Pat imádkoztak. Terry éppen azt mondta. Valakinek polipok vannak az arcüregében, ami komoly problémákat okoz, de most Isten meggyógyítja ebből. Istenem, ez én vagyok. De még nem volt vége. Pat pedig azzal folytatta, hogy valakinek a nyakában egy izom meghúzódott. Talán megsérült a nyaki izma. Nem gondolom, hogy külső sérülés, hanem inkább húzódás. Érintse meg most a nyakát, és Isten meggyógyította önt. Hittem Istenben, és hittem az igéjében, és Isten azonnal meggyógyított. Nem éreztem semmiféle melegséget vagy bizsergést, csak tudtam, meggyógyultam. Amikor Nathan hazaért a munkából, Marilyn nagyszerű hírrel fogadta. Azt mondta, Isten meggyógyított, én meg erre, komolyan. Azt mondta, hogy a nyaka rendben van, és nem folyik váladék az arcüregéből. Boldog volt, és én is örültem. Marilyn azóta semmilyen tünetet nem észlelt. Nathannel arra bátorítanak mindenkit, hogy továbbra is bízzanak Istenben, hogy meggyógyítja őket. Ő az Isten, és ha ő elkezd egy jó munkát valakiben, akkor azt be is fogja fejezni. Biztosra vehető a gyógyulás. Mindenkit bíztatok, hogy ne hagyja abba az imát. Kérjék az Atyát Jézus nevében. Nincs szükség rengeteg hitre, egy kicsi is elég. Csak higgyenek Istenben, és ön meg fog gyógyítani.